Üdv, sziasztok, a nevem Jerikó, ma egy újabb tankbemutatóval érkeztem, a kiszemelt áldozatom nem más, mint egy Tier 6-os német heavy tank, tehát egy nehéz tank, a VK3601H. A tankot toppos állapotában szeretném bemutatni, ennek az értékét fogjátok most megismerni, viszont annyi a különbség, hogy nem a toppos ágyúját használom, hanem a level 4-eset, de erre mindjárt rá is térünk. A pálya kász szerint 7-es tierben fogunk érvényesülni, a nehéz tankokat leszokták itt középütt vinni a kanyonba, én nem ezt fogom tenni, én az alsóron szeretnék az alnulás felé elindulni, megpróbálom ott felvenni a versenyt a 4 darab light-tal, szerencsére nincs arti, ezért is megyek ki nyílt terepre, viszont a light-ok azok elég veszélyesek lehetnek, ha túl közel kerülnek, ugye le tudnak forogni, ettől függetlenül én bízom az ágyúban, de lássunk pár érdekes adatot. VK3601H, Tier 6-os német nehéz tank, 50 km-re képes hasítani, én azt mondom, hogy egy nehéz tankhoz képes nem is rossz. Mint említettem, én nem a 8,8 cm-es ágyút használom, hanem egyel, ami visszább van, a 7,5 x 5,5 cm-es, ez a level 4-es, én erre esküszöm, halál pontos, igaz, hogy kicsiket csipeget, ettől függetlenül nagyon gyors a szűkülése, gyors a reakcióidője, és pontosan ezért is merek kimenni ugye a 4 light-ra, mivel bízom az ágyú pontosságában. Alaplőszerünk AP, prémium lőszerünk APCR, mit használunk APCR-t, miért? Azért, mert ez száll jól, ennek van kellő átütése, míg az alaplőszerünk, tehát az AP-nak az átütése 157 mm, addig a prémium APCR-ünké 221, ez mindenre elégnek kell, hogy legyen. Mint említettem, hogy én a 7,5 x 5,5 cm-es ágyút használom, nem a 8,8-asat, a 8,8-asnak igaz, hogy 220-as alfája van, tehát sebzése, viszont hosszabban tölt. Az én választásom viszont 135-ökkel csipeget, viszont veszett gyorsan tölt, iszonyatos pusztításra képes és halálpontos ráadásul, ezért is esett rá a választásom. 370 méter alaplátótávunk van, egy nehéz tanknak ez nem rossz, még rá lehet dolgozni skillekkel felszerelése, kiki ízlés szerint 950 HP-ra rendelkezésünkre, ennek a dupláját kellene kisebezni, hát igaz, hogy 135-ökkel, de mint mondtam, veszett gyorsan töltünk, tehát ilyen 2000 környékén kellene sebeznünk, ahhoz, hogy az én elvárt sebzésemet ki tudjam hozni, persze ez magam felé felállított követelmény, plusz 2 kill. Amit még itt hozzá tennék, mint látható, a Cromwellt is oda trekkeltem, tehát ezt mindenki jegyezze meg, vagy tanulja meg, hogy a legcélszerűbb mindig, főleg amikor ilyen gyorsan töltő ágyúval dolgozol, hogy első lövéseket küld trackre, egy az akkor, ha trekken van, nem tud rohangászni az ellenfél, főleg kis térben, ahol mindenki nagyon gyors, tehát nem tud rohangászni, plusz a csapattársaid is tudják majd lőni, innentől kezdve egy kis asszisztor is lesz. Mint látható, halálpontos az ágyú, nagyon gyorsan, könnyedén hozzá lehet szokni, a szűküléshez, a lőszersebességhez, és innentől kezdve nem nagy probléma az ilyen light-okat lekövetni. Nem rossz a kis tierben játék, megtanulsz célozni, megtanulsz lőni, pontosan ezért is kell annak, aki nem érzi elég stabilnak magát nagy tierben, le lehet ide jönni, nagyon jó csatákat lehet játszani, és elsajátíthatod a célzást, a lövést, a trekkelést, pontosan azért, mert itt olyan gyorsan lősz, hogy hozzá fogsz szokni, és könnyedén tudod majd irányítani a kontrollert is. 3,3 másodperces töltésidővel rendelkezünk, ami azt mondom, hogy brutális vagy fergeteges, ugye ez killes legénységgel, pótellátmányt használva éred el, iszonyatosan gyorsan töltünk, halálpontos az ágyunk, ágyunk pontossága 100 méteren 0,34, 100%-os legénységre értendő, ezt még vígan lejjebb lehet tornázni skillekkel, felszereléssel. Szűkülésünk 2,3-as, szerintem ennél sokkal pontosabb, vagy sokkal gyorsabban szűkül az ágyunk, ettől függetlenül, ha valóban ennyi volna, na, akkor is tökéletesen használható, mivel ez az átlag, a 2,3 másodperces szűkülés, tökéletesen lehet vele automatázni, vagy bármi. Tehát összegezzünk, mit tudunk, ez a Tier 6-os nehéz tank, inkább med, mint nehéz tank, mivel 50 km-rel megy, elég jó mobilis, nagyon könnyedén mozog test és toronya, az ágyunk, a töltésidő, ugye én a level 4-es ágyút használom, kicsiket csipeget, viszont halálpontos ágyú, és veszett jó az átütés, igaz, hogy prémium lőszert használunk, de ettől függetlenül nagyon hatékonyak vagyunk,
Fent van egy KV2, eléggé combos ellenfél, ha telibe ver, főleg, hogy Trogán van rajta, innentől kezdve nagyon óvatosan. Itt előttünk is vannak enemi tankok, viszont a Dom másik felén, így nagy valószínűséggel meg tudjuk lepni a KV2-t, bár ha okos, akkor számít ránk, és ide van fordulva, megpróbálunk felnézni, de csak óvatosan, tehát ezzel nem kell rizikózni, mert egy hitelni tud, innentől kezdve előtte magát, ez nekünk csak jó, rá kell esni, és pillanatok alatt ezzel a töltésidővel meg kell semmisíteni. Menet közben megpróbáljuk még leromolni is, pontosan azért, hogy a sebzés mellett még így is sebződjön, viszont ez buta ötlet volt, mivel sokkal nehezebb, mint mi. Tigris 131-es lelopta, semmi baj, fordulunk vissza, elindulunk. Ugye nagyon jó a mobilitás, nem fogunk lemaradni semmiről. A csata így zajlik kint, tehát elméletileg valami magaslatra fel kellene menni, és akkor rálátnánk mindenre. Archer a háttérben, vagy a távolban megpróbáljuk kilőni, itt volt egy kis bibi, megbicsakolott a tankom, semmi baj, már is indulunk tovább, maradt egy TD meg egy médium, úgy látszik kiszedték a TD-t, hát itt az érzékeimre hagyatkozom, és elindulok a bázisuk felé, szerintem arra van a médium tankjuk is. 2900 sebzés, mint mondtam, hogy 950, tehát én 2000 sebzést kellene magam felé felállítani, plusz két kill, hát ez már vígan megvan, úgyhogy elégedett vagyok. Nagyon könnyedén játszható, eléggé rugalmas, tehát játékos barát ez a nehéz tank, én ajánlom mindenkinek, szerethető, de mint mondtam, én nem a 220-as top ágyúját használom, tehát a 8,8-as ágyúját, hanem a level 4-es, a 7,5x5-ös ágyút, pontosan azért, mert halálpontos és veszett gyorsan lő. Mint mondtam, az ilyen nagyon gyorsan lövők is meg ma köpködők képesek gyújtani az enemi tankjai, ezt már elmondtam pár videóban. Jó, megpróbálok itt bedurakodni és lelopni ezt a kiat, sikerült is. 3000 fölötti sebzésünk van, úgyhogy azt mondom, hogy tökéletesen iskolázott ez a kis nehéz tank, vagy inkább ilyen kis hibrid, ilyen medes. Győztes csata, ami nem is rossz, hetes környezetbe, 4 frag, 3000 fölötti sebzés, 67000 kerített kerestünk, ami azt mondom, hogy nem rossz, mivel nem minuszolt, 4 frag, 3090 sebzés, 571 assist, közel 1000 pattintás ilyen kis térbe, az nem is rossz, egy felderítéssel. Nagyon szerethető gép, nagyon könnyen kezelhető, Mastery, Zúzó, Firefly Effect, Fighter és egy nagy kaliber lett a jutalma. Sikerült lehozni a csatát, mint mondtam, ez a VK3601H nagyon szerethető, érdekes egy nehéz tank, ami inkább egy ilyen hibrid, ajánlom mindenkinek próbálja ki, főleg ezzel az ágyúval van hozzá, valahol lehetett nyerni hozzá ilyen 3D skint, fel is raktam, úgyhogy még ráadásul eléggé emberesen néz ki. Nos, ő volt a tier 6-os kis nehéz tankunk, én Jerikó, itt vannak a felszerelések, a skillek, amikkel használtam, hamarosan találkozunk, sziasztok!